A többi csapatnál valamivel később, július 11-én kezdte a felkészülést a nagyecseri futballcsapat. A megyei első osztály legutóbbi szezonjában újoncként a második helyen végző együttestől Vámosi Csaba, Gyöngy Tamás, Ladányi Dávid és Koppány Zsolt kapust távozott. Pótlásukra Tiszakanyáról Pócsi Balázs, valamint Máté Szalkáról Sarkadi Gergő érkezett, és még egy kapust szeretné igazolni a klub vezetése. A tavalyi ezüstérem után ezúttal szerényebb célokért indul harcban a nagyecsed. Most mindenki erősítget a tavalyi példából okódva, meg így, hogy az NBA 3 is átszervezik, öt kieső van, ne addig Isten, remélem nem fog érinteni Szabolcsi csapatot, de akkor érinti viszont a megye egyet is. Hát én úgy gondolom, nekünk célkötizésünk 1-8 a tavalyi az óriási bravúr a szereplés, ha még egyszer meg tudnánk ismételni, tehát gondolom mindenki boldog lenne, de nem ebből indulunk ki. Én úgy gondolom, hogy kiegyenlített bajnokságra fogunk szerintem játszani, hát remélem ott leszünk azért, ahol a helyünk lesz. Ádámszki Róbert játékos edző az elmúlt szezonban a pályán is többször segítette csapatát. Ha szükség lesz rá, a jövőben is szerelést húz a támadó. Én még szeretek játszani. Most is úgy van, hogy két játékosunk, aki tavaly nem játszott, most elvileg felépülnek, hogy a ő játékoktól is függ, hogy bírja a lábuk, vagy nem bírja. Én még továbbra is szeretnék, tehát mondom, ez nem tőlem függ, ez a csapatnak az érdeke mindig. A nagyeset szombaton nyírvátorban lép pályára, majd a bajnoki rajtig még a sényűvel és a tyukoddal mérkőzik meg az Ádámszki legénység. A nyitófordulóban az Ibrány látogat esedre.